Köszöntöm Önöket! A mai zicser ismét olyan területre kalauzolja el Önöket, ahol kevesen fordulnak meg. Bepillanthatnak az akrobatikus rockdance világába, és egy olyan kis csapat életébe, amely nagyon fiatal kora ellenére már annyi világbajnoki aranyat hozott, hogy a két kezünkön sem tudnánk megszámlálni. A világ egyik legeredményesebb akrobatikus tánccsapata a hegyvidéki Tamási Áron általános iskola tornacsarnokából indul, szinte hétről hétre, hogy a világ legnívósabb versenyein is dobogóra állhasson, de legalábbis megmutassa a magyar virtust és kreativitást. Akiben van kitartás, kellő alázat és csapatban tud gondolkodni, az jelentkezhet is egy nagy közös táncra. Ez itt az a kupa, amit Svájcban nyertünk, a mostani lányformációs világbajnokságon, és én ötszörös világbajnok vagyok. 2012-ben serdülő kategóriában, 2013-ban párosformációs kategóriában és junior nagyformációs kategóriában, 2014-ben junior nagyformációs kategóriában, és 2016-ban most felnőtt nagyformációs aranyérmesek is lettünk. Van három világbajnoki címen, egy formációban, egy serdülő párosban és egy junior párosban, és Európa bajnokságot is nyertünk juniorban kétszer, egymás utáni évben, és magyar bajnokságot ötször. Ugye nem rossz bemutatkozás. Feltételezem, önök közül is már sokan elképzelték, hogy valamilyen sportágban végigverik a világot, és ott állnak a dobogó legtetején, és minden szurkolójuk könyvbelábat szemmel nézi, amint a magyar himnusz hangjára a hátuk mögött lassan felkúszik a nemzeti lobogó. Elképzelve is elképesztő, hát ha valakinek megadatik, hogy megélje. Sőt, ha valakinek már gyerek, pontosabban nagyon fiatal korában megadatik, hogy átélje, az már biztos, hogy olyan varázslat részese, amit soha el nem tud engedni. Nem mondom, hogy a Rock and Magic táncosait ez inspirálná legfőképpen, de hogy a lelkük mélyén erre hajtanak, az biztos. Ezért dolgoznak, ezért szenvednek naponta, ezért borogatják a lábukat késő esti órákban a délutáni edzések miatt elmaradt házi feladat írása közben. Nem szaporítva a szót, most megtudják, mi is az a rock dance, avagy akrobatikus rock and roll. Ez az akrobatikus rock and roll sportág, egy viszonylag fiatal sportág, 1980-as években jött be Magyarországra, és azóta egy igazi világhatalommá vált, hiszen a magyar táncosok, a magyar akrobatikus rockisok nagyon sok eredményt érnek el a világban. Több világbajnokunk, Európa bajnokunk, világkupa győztesünk van sok-sok számos kategóriában. Páros és formációs kategóriák egyaránt vannak az akrobatikus rock and rollban, és mi ezt tanítjuk a mi egyesületünkben is, ez a Rock and Magic ese, és itt is van formációs és páros rock and roll egyaránt. Az edzések mindig nagyon színesek, de természetesen nagyon függ attól, hogy milyen szakaszába tartunk az edzésnek, hogy vagy csak egy alapozó időszak van, vagy éppen a versenyszezon közepén vagyunk. Amikor egy alapozó időszak van, akkor el kell képzelni egy edzés, hogy ott tényleg minden van. A kondíciós feladatoktól elkezdve a nyújtó feladatokig, akár a balett gyakorlatokig tényleg minden. Viszont amikor közelegnek a versenyek, akkor elsősorban erre koncentrálunk, és az adott koreográfiát gyakoroljuk, tökéletesítjük, és illetve megpróbáljuk, hogy minél többször el tudjuk táncolni, hiszen egy világverseny, ahol 20-26, akár 30 csapat is versenyzik, vagy páros, akkor többször is elő kell adni ezt az adott gyakorlatot. Tehát nem elég egyszer jól kivitelezni, hanem többször is el kell táncolni, akár a nap elején, akár a nap végén, és mindegyiknek tökéletesnek kell lenni. Ebben nagyon sokat segít az, hogy megfelelően és a megfelelő módszerekkel edzünk.
Nagyon fontos szerepe van a mi sportágunknak is, a nyújtásnak, a stretchingnek. Elengedhetetlen tulajdonképpen minden sportágban, de itt az akrobatikus rokiban azt gondolom, hogy még inkább. És ráadásul van is egy ilyen trend, hogy magában a bírók is sokkal jobban értékelik, ha valaki hajlékony, és ilyen hajlékonysági feladatokat is, ilyen elemeket is meg tud csinálni. Pár évvel ezelőtt még a sportágunkban nem volt ennyi csuka, ennyi lábemelés, lábdobás. Most már szinte alapvető követelmény, hogy a koreográfiák te legyenek ilyen színes elemekkel, ami bizony komoly előkészületeket igény. Éppen ezért mind az edzésekben, az edzés közben és az edzés végén is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a nyújtásra. Külön nyújtótanárokkal, stretching feladatokkal dolgozunk, úgyhogy igen, ez nagyon fontos nálunk is. Alapvetően a mi sportágunkra azt szokták mondani, hogy ez egy pattogó sportág. Nagyon fontos, hogy ez a pattogás egyszerre legyen. Tehát a legfontosabb mind a párosoknál, mind a formációknál, hogy szinkronba pattogjunk, mert ha mindenki különböző stílusban táncolna, akkor abból nem lesz egység, és a laikus néző számára sem lesz annyira élvezhető. Úgyhogy amire a legnagyobb hangsúlyt fektetjük, az bizony az, hogy a szinkronitás meglegyen, és ez a bizonyos pattogás az tényleg közösségi munkába menjen. Nagyon fiatalon elkezdtük már a fiataloknak a tanítását, egészen óvodás korban már tanítjuk a kicsiket, úgyhogy ilyen 4-5 éves kortól már mindig várjuk szeretettel a legapróbb pacskokat. Van óvodás tanfolyamunk, kifejezetten ovi roki tanfolyam, ahol az alapokat már elkezdjük megtanítani, fejlesztjük a mozgáskoordinációt, tanítjuk a ritmusérzéket, megtanítjuk őket a zene, a tánc örömére, úgyhogy minél korábban szoktam mondani, hogy jöjjenek el. És hát tulajdonképpen a felső korhatár nem szoktuk így behatárolni, de ha valaki ismeri a mi sportágunkat, akkor látja, hogy azért bizony ez elég komoly fizikai megerőltetést jelent. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy 25 év felett már azért lassabban mozognak azok az a bizonyos kirúgások, az a bizonyos kikek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a lélektani határ, ez a 25-30 év között, amikor az ember már elgondolkozik, hogy más sportot választ, vagy kívülről szurkol tovább az egyesületének, vagy a régi csapatának. Természetesen nálunk is azért el kell tenni egy időnek, amíg valaki kijuthat egy ilyen világbajnokságra. Nálunk már children kategóriában táncolnak a gyerekek. Ők tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy a 0-tól a 10 éves korig vannak ebben a kategóriában, de ilyen korosztálynak még nincsen világbajnokság. Először serdülő junior kategóriába kezdődnek el ezek a világbajnokságok, és egészen a felnőtt szintig mennek. Úgyhogy ha valaki már 12 éves korát betölti, akkor már elindulhat egy ilyen utánpótlás világbajnokságon, de természetesen a legnagyobb dicsőség, ha egy felnőtt világbajnokságra tud valaki kijutni, és egy felnőtt világbajnoki címet tud szerezni. A 12 évesen kezdtem el, és azért kezdtem ezt, mert eredetileg a nővérem elkezdte, kb. 2 éve hamarabb, mint én, és mondta, hogy nagyon jó. És én meg addig fociztam és úsztam is, és úgy gondoltam, hogy hát most beleférne egy harmadik sportág is, miért ne? Aztán utána a másik kettőt abba hagytam, mivel ezt tetszett meg a legjobban. És úgy voltam vele, hogy akkor ezt csinálom, mert itt kevesebb volt talán a fiú, és emiatt könnyebb meg ki lehet magas lenni a többiek közül. Jó a társaság, jó a hangulat, de elsődlegesen is az, hogy nagyon szeretek mozogni, és itt rengeteg patogás van benne, és azért láttam azt is, hogy a felnőttek között, akkor ugye még csak pici voltam nagyon, és a felnőttek között azért jó izmosak voltak a srácok, és tudtam, hogy ezzel én is tudok izomzatot elérni. Én még ovis koromban kezdtem ezt el, és hát igazából közösen választottuk ki, mert nagyon szerettem táncolni, meg szerettem a zenére ugrálni, és hát megtaláltuk ezt a sportot, és nagyon megtetszett, és rögtön elkezdtem járni, és aztán az iskolában is folytattam. Amikor az oviban voltam, akkor még egy másik csapatban voltam, akkor még ilyen inkább házi versenyekre jártunk. Aztán átjöttem ebbe az iskolába, és itt másik edző volt, és közelebb volt. Úgyhogy itt elkezdtem járni az osztálytársaimmal. Majd végül volt, hogy ki is öregedtem ebből a kategóriából, és akkor átkerültem egy másik csapatba, és hát most jelenleg a Panámban táncolok, ami egy nagy formáció. A világbajnokságra mindig az ország legjobbjai kerülhetnek ki. Magyarországon is van egy ilyen pontszerző verseny, ezek az országos bajnokságok, ahol pontokat lehet gyűjteni, és mindig a ranglista első 3-4 csapata vagy párosa vehet részt a világversenyeken, úgyhogy nem egy magyar válogatott van, hanem tulajdonképpen azok a klubok kerülnek ki, akik a legtehetségesebb versenyzőket nevelik ki, és akik a legjobb koreográfiával állnak elő, és a legtöbb versenyt meg tudják nyerni, ők vehetnek részt a világversenyeken.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy az eddig létező világbajnokságokra mindegyikre kijutottunk. Én 2007 óta versenyeztetek világversenyeken, azóta minden világversenyen kint voltunk. Maga a klubunk az 5 éves, és az 5 éves pályafutása alatt mindegyik világversenyen ott volt és részt vehetett, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és hát reméljük, hogy ez így lesz később is. Nekem jelenleg 11 világbajnoki címem van, több Európa-bajnoki cím és világkupa győzelmem. Nagyon büszke vagyok, hogy a Rock & Magic Egyesület az elmúlt években olyan sok eredményt hozott a magyar akrobatikus rock and roll történetének, hogy a világ egyik legeredményesebb klubja lettünk, több világbajnoki címet és Európa bajnoki címet is begyűjtöttünk, úgyhogy ranglisták elején állunk az országos mezőnybe, és nagyon sok magyar bajnoki címmel is rendelkezünk. Most szeptemberben volt a felnőtt lányformációs világbajnokság, ahol a felnőtt lányformációnk, a Supergirls csapat 9 év után ismét tudott nyerni ebben a felnőtt kategóriában. Úgyhogy nekik ez egy nagyon nagy szó volt, illetve a Party Girls csapatunk pedig a junior csapatunk, akik 3 évig világbajnoki győztesek voltak. Most a döntőben ugyan elestek, de így is világbajnoki bronzérmet hoztak haza, úgyhogy egy aranyéremmel és egy bronzéremmel vagyunk gazdagabbak. Hetente 3-4 edzésünk van, ami ilyen másfél-két órásak, és hát most nekünk a nyáron lett kicsit átvariálva a koreunk, a nyári edzőtáborunk, ami egy hetes, és azóta ezt gyakoroljuk, illetve azóta volt a kisebb változtatások. És számomra nagyon sokáig nehézséget jelentett ezt a kettőt összeegyeztetni, de mostanára már nagyon jól megy, tehát össze tudom egyeztetni, jól is tanulok, a sport is jól megy, és nagyon úgy gondolom, hogy ez a kettő összefügg. Tehát, hogyha rossz paszban vagyok a suliban, akkor az kihat az edzésre is, tehát visszaveti az edzés munkámat is. Nagyon komoly logisztikát igényel, hogy valaki milyen edzésekre jár és mennyi edzésszámot hajt végre. Ahhoz, hogy valaki világversenyző legyen, természetesen nagyon sokat kell edzeni. Egy héten 3-4, akár 5 edzés is van mind a lányoknak, mind a párosoknak. Azt gondolom, hogy ezen a szinten ez természetes. Tehát aki valaki élsportoló, az azt jelenti, hogy a szabad idejét erre áldozza, hogy komoly edzéseken vesz részt. Úgyhogy ez a heti 4 alkalom, ez azért biztos, hogy van. A koreográfia alkotás szerintem ez egy külön tudomány, és ez általában az én feladatom, tehát az edző feladata a koreográfia megálmodása, elkészítése, betanítása és kigyakoroltatása is, és úgymond a színpadra állítása. Tehát tényleg egy koreográfiának az elkészítése, ez egy nagyon hosszú folyamat, akár egy év is lehet, mire az én fejemből kipattan, és ugyanakkor megszületik az edzőterembe, és eljut egy versenyig, és utána megálmodjuk tényleg még a zenét, a ruhát, mindent hozzá, akár a bevonulást, akár a kivonulást, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, de ugyanakkor egy nagyon szép folyamat, és egy nagyon izgalmas. Szerintem az egyik legérdekesebb része a koreográfia kitalálása és megalkotása. Most már nagyon nagy divat, hogy mindenféle témát keresünk a koreográfiához. Most a felnőtt nagylányaim, a szupergörszösök, akik világbajnokságot nyertek, ők egy szerelmi témát választottak, és felépítették a táncot, egy történetet mesélnek el a táncukkal, és ez sokkal jobban élvezhető a laikus közönség számára, úgyhogy mindig igyekszünk valami témát választani, vagy valami filmet, vagy valami aktuális témát, és így sokkal élvezetesebb lesz mindenkinek. Sajnos a sportágunk nem egy kiemelt sportág, még nem olimpiai sportág, bár nagyon nagy a törekvés, és természetesen nagyon szeretnénk eljutni egyszer az olimpiai sportágok közé, de éppen ezért önfinanszírozó rendszerben működik. Az Egyesület is igyekszik támogatást adni a legjobb táncosoknak, de nagyon-nagyon múlik az, hogy a szülő mennyire tudja támogatni az adott versenyzőt. Igen, ezek a ruhák nem olcsóak, bizony, tehát ha megálmodunk egy koreográfiát, ahhoz nem mindegy, hogy milyen ruhát választunk, és most már ugye nagyon-nagyon divat, hogy minél szebb, minél színesebb, minél több kővel, csillogó, úgynevezett Swarovski kővel kirakjuk ezeket a ruhákat, hát ez nem egy olcsó, úgyhogy van egy komoly költségvetés is emögött. Hál' Istennek azért igyekszünk nagyon sok fellépést elvállalni, és mindig kacsingatunk a szponzorok felé, úgyhogy hát, ha valakinek ez megtetszik, és lát benne valami fantáziát, és tud nekünk segíteni ebbe.
A fő központunk a 11. és a 12. kerületben van, a Tamási Áron általános iskolában tartjuk a versenyzőknek az edzéseket, itt készülnek a világ és Európa bajnokaink a versenyekre, a megmérettetésekre. Nagyon nagy szeretettel várjuk a további kis jelentkezőket az utánpótlás csapatainkba, itt a 12. kerülektől, és szívesen veszünk bármilyen támogatást, akár önkormányzati támogatást. Nagyon örülnénk, hogyha tudnánk egy kicsit a versenyzőket még jobban támogatni, hogy még könnyebben kijussanak a legtehetségesebbek a világversenyekre, és még több sikert hozhassunk a kerületnek is. Mi igazából egy ilyen nagy család vagyunk, és leginkább a szeretet az, ami összekovácsol minket. Tehát nagyon sokat vagyunk együtt edzéseken kívül is, sok ilyen ottalvós bulit tartunk, közösen moziba járunk, hát ilyen csajos programokat szoktunk tartani, de hát edzéseken meg együtt küzdünk, együtt szenvedünk, és végül együtt állunk a dobogó tetején. Önök az ígyszert látták, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!